Helló srácok, felkerült végre az első sor festék a falra. Nem vagyok teljesen megelégedve a dologgal, ugyanis szerintem az a festék bedöglött. Már meg is mutatom. Most az állványos fúró mint olyan éppen a kép közepén van. Így néz ki egy réteg festék után. Nem nagyon fed a dolog, eleve is egy ratyi obis festék, valami 2000 forint ez a 87 liter. Abban meg már beledöglött valami? Persze. Na meg is érdemelted. Egyél, atya. Nem ezért vagyok szomorú, hanem ezért itt. Elég nagy a baj. Sőt, mi több óriási. Ezzel nem tudom, mit tudok kezdeni. Azt gondolom, hogy ez túlnő itt rajtam. Hát ez már... Ez már az a kategória, amivel én nem tudok mit kezdeni. Tehát ezt hiába taknyolom be. És itt látszik, hogy van itt benne egy ilyen törés. Nem tudom, hogy mutassam meg nektek. Most meg fogom fordítani a képet. Fejjel lefele lesztek, hogy a kamera közelebb kerüljön a fal síkjához. De így tudom nektek szemléltetni ezt a kis párkányt. Látjátok, hogy van hasa a falnak. Visszafordítalak benneteket, kapaszkodjatok. Nagyon jó. Hát van egy tök nagy párkány itt benne. Látszik is, hogy azon megül a por. Nem tudom. Ezt én már nem tudom megjavítani. Gyerekek, itt látszik, hogy süvít is be a hideg 1500-zal. Hát ezzel mit kezdjek? Ezzel mit csináljak? Hogyan tudom ezt megoldani? És ami a nagyobb baj, hogy ugye van ott a hátulján ebből még egy. Itt. Ugye ezt is jótékony homály fedi a kacatoktól, de hát látszik, hogy az gatya. Ajaj, most egy kicsit csalódott vagyok, egy kicsit olyan úgy érzem magam, hogy oké, hogy itt kifestegettem ezt a másfél négyzetméter falat, közben meg rámomlik ez az egész. Szóval nem tudom, hogy mit évő legyek, mit kezdjek vele. Meg egyáltalán, hogy ha itt nincs benne ez a törés, a repedés miatt lehetnék. Ej, de csúnya vagy az anyát, kurva 7 centiséget. Hogy azért lehet benne itt ez a has, itt felgyűrődött volna, vagy ezt hiába glettelgetem, gipszelgetem, vakolgatom, ezzel, ez mit kell ilyenkor csinálni? Teljesen kétségbe vagyok esve, nagyon szomorú vagyok. De eddig nem figyeltem, itt volt ez a polc, látszik is, hogy dik. Úgyhogy jön be a hideg, ott limbálózik a piszok. Így süvított be a hideg. Most persze én is kinyomhatnám púrhabbal, és akkor a hideg nem jön be, de hát ezt lássuk be, hogy nem megoldás. Ez már én voltam itt tavaly, vagy tavaly előtt. Látszik, hogy azóta ennyit ment szét a műhely. Lehet, hogy itt valami nagyobb beruházás kell, mint sem, hogy én most itt ezt lefestettem fehérre. Kár is ezzel vergődni, vagy most mit csináljak, gyerekek? Valaki adjon valami jó ötletet, bár egyébként érdekes, hogy itt is van lent egy perem,
ami itt lent meg nincs. Szóval valószínű, hogy ez az épület ez eredetileg idáig tarthatott, eddig a falig, és azért is van itt ez az emelvény, hogy ott a másik oldalon is ott van a párja. És nem tudom, ez most nagyon elszomorított. Egy kicsit úgy érzem, hogy töltöm a vödörbe a vizet, aminek nincs alja, mert ez tök jó, jaj, de jó, hú, nincs letörve a széle, hú, nézd meg, ilyen szép. Tetszik mi? Aha, szosztármú. Szóljuk oda, de bukolblak. Káncsi. Hú, de elkeseredtem. Nagy lendületbe értitek, szedem le a polcokat, na mondom, pakolok, mert valamelyiktől beírta, hogy ellalakban milyen jó lenne az asztal, be is gerjedtem rá, tök jó. Ez a fali tök király, mert ha ide rakom az egyik ilyen lófasz jóskaságot, de nem tudom, hogy még milyen hosszú, mindig majd azt kitalálom, ha nem omlik rám ez a szarkupac. Akkor tök jó, itt nem csúszik le semmi, nagyon sirály, itt ez az ellak tök jó lenne. Erre föl ez van. Hát igen, eddig a ó, van, csak ott eltettem azt a polcot, az nagyon szépen eltakart mindent. A retkek is, amiket rápakoltam, tök jó volt, nem látszódott. Nézzük már meg ezt a másik oldalról is. Na, itt is gyönyörűen látszódik, hogy válik el egymástól. Hát nem tudom, hogy ezzel mit tudok kezdeni. Lehet, hogy ezt a témát el kell engedni. Ez így egyrésztről tényleg látszódik, hogy ez mondjuk évről évre jobban megy szét, és egyszer csak össze fog dőlni. Hát mit lehet ezzel csinálni? Ezt egyáltalán nem láttam eddig. Figyelj. Csodálkoztam, hogy fáztam állandóan. Na jó. Azt hiszem ezt a... Jajt itt végig. Azt hiszem ezt a műhely projektet most. Ezt felfüggesztem egy kicsit. És koncentrálok a bentire. Ugye ott nappali, gyerekszoba, konyha. Nehogy nappali. Ebédlő. Gyerekszoba, konyha téma van. Nem tudom, ez eszméletlenül kétségbe ejtett most, és iszonyatosan szomorú vagyok. Tehát, ha egyáltalán meg lehet menteni, de gondolom, ha meg is lehet menteni, az csiliárdok. Gyerekek, nem a napelemmel kell itt foglalkozni, hanem azzal, hogy ne omolja rám ez a szarkupac. Na jó, el is vagyok menve, gyerekek, ez rettenetes. Iszonyatosan csalódott vagyok.